Részlegesen megnyitott május 8-án az Akácliget gyógy- és strandfürdő. A részletekről Andrássy Istvánt, a Nagykun Víz és Csatornamű Kft. Ügyvezető igazgatóját kérdeztük. Mivel a jogszabályok lehetővé tették, hogy a fürdőben vendégeket fogadhassanak, május 8-án megnyitott a fürdő. A polgármesteri hivatallal egyeztetve arra döntöttünk, hogy részlegesen nyitunk meg, ami azt jelenti, hogy május 8-án csak a gyógy 1-2-3-as medence nyílt meg, ami a gyógyvíz kedvelők tudnak igénybe venni, illetve május 15-én megnyitottuk akkor az úszodateret, ahol a úszodát, tanúszodát és a kétterű melegvizes medencét is igénybe lehet venni. A következő fázis az tulajdonképpen május 22-e, amikor a gyermekmedencét is igénybe vettük majd a gyerekek, illetve ezután kerül sor még a élménymedencének a beüzemelésére. Itt erre most határidőt még nem mondok, de június első heteiben nyitjuk meg, mert még annak vannak olyan szerkezeti hibái, amit még most tudunk majd kijavítani. Már a szálláshelyek is teljes üzemben működnek, már vannak foglalások augusztusra is. Májusra nincs teltházunk, de a június, július, augusztus az már szinte teltházas. Itt azért tudni kell, hogy a belépés a fürdő területére és a kemping területére is védettségi igazolvánnyal történhet, személyigazolvánnyal együtt. Na most ez egy kicsit azért beszabályozza azt, hogy most kik tudják látogatni, tehát például a szálláshelyen azért, hogyha egy családban valakinek nincs, meg egy családostól jönnek, azért vannak visszamondások is a szálláshely ezen okok miatt. Árváltozás nem történt, illetve a tavaly a járvány miatt kiesett időt a bérleteseknek beszámolták erre az évre, így 2022. január 15-ig az összes bérlet felhasználható. Árváltozás nem történt, illetve a tavaly kiesett Covid járvány miatti időt, azt beszámoltuk erre az évre, amely tulajdonképpen kiadja ezt a fél évet, amit most tulajdonképpen nyitva leszünk. Itt január 15-ig az összes bérletünk, aki továbbra is felhasználható. Természetesen, akiknek nem volt eddig bérletük, azt részarányosan megállapítottunk egy árat, hogy azért, aki bérletet akar váltani még erre az évre, az is meg tudja váltani. Lesz lehetőség úszásoktatásra is. Ott is védettségi igazolvány kell a 18 éven felüli személyeknek. Természetesen a úszás az mehet tovább. Itt ott is védettségi igazolvány kell egy 18 éven felüli személynek, aki edző vagy kísérő személy, és akkor úgy látogathatják a úszodatérnek a medencéit. A programokkal egyelőre kivárnak, még érvényben van az erre vonatkozó korlátozás. Nyitás óta elsősorban az idősebb korosztály volt a legtöbb vendég, de voltak azért fiatalok is. Elsősorban azt mondom, hogy tehát az idősebb korosztály volt a legtöbb, hát hiszen a gyógyvíznek a hatásait ők veszik legjobban igénybe, ettől függetlenül volt egy-két fiatal is. Létszámba összehasonlítást nem tudok mondani az előző évekre, hiszen ez részleges megnyitás, tehát csak a három gyógymedence, tehát eddig azért nem volt ilyen a fürdő életében, hogy csak részlegesen indulunk meg, hanem akkor a teljes üzemmel, tehát ez a kettőt így nem érdemes összehasonlítani. A gyógykezeléseknél változás annyiban, hogy már medencefürdőt is írhatnak azok részére, akik védettségi igazolvánnyal rendelkeznek, a többi kezelés úgy megy, ahogy eddig is volt. Változás annyi van, hogy a gyógykezeléseket, amit kiírnak a gyógyászaton, most már medencefürdőt is írhatnak ide csak azok részére, akik védettségi kártyával, igazolvánnyal rendelkeznek, mert csak azzal lehet átjönni a fürdő területére. Amúgy ugyanaz a rend megy, ahogy eddig is volt, tehát január 1-től azért ugyanúgy nyitva van, a rendelési, a szakrendelésünk is megvan, meg a különféle balneológiai kezelések is. Egy nagyon szép környezet fogadja a fürdőzőket. A zárás időtartalma alatt elvégeztek több olyan jellegű munkát, amit nem tudtak volna megtenni, ha folyamatosan nyitva van a fürdő, csak leállással. Hát a zárás időtartalma alatt voltak olyan jellegű dolgok, amit az eddigi évek alapján, vagy eddigi években nem tudtunk megtenni, hiszen belegondol bárki, hogy itt azért január 1-től december 30-ig folyamatosan nyitva van a fürdő reggel 6-tól este 20 óráig, de most olyan jellegű munkákat is el tudtunk végezni, amely nem kell külön lezárni akár épületet vagy létesítményt, itt gondolok itt a belső festésekre, vezetékkiváltásokra, szűrőtartály, tehát a
technológiai háttérnek olyan javítási munkáira, hogyha az menet közben kellett volna leállni, akkor az ő hosszabb időre kiesett volna működő medencéink. A nyáron a Gyógyhármas medencét pár napra lezárják, de csak azért, mert egy pályázat keretén belül új családi csúszda kerül oda felszerelésre.